Folytatjuk a történtek elemzését elsősorban diplomáciai szempontból Mesterházi Attilával, a Szocialisták és Demokraták elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Nagyjából mindenki úgy reagál, itt értem a nato Amerikát, illetve az Uniót, az Európai Tanács hallottuk, hogy kivárnak. Na de a háttérben ilyenkor azért picit örülnek azok, akik Ukrajna győzelmének szorítanak, mert hogy nyilván megnehezíti a helyzetet az, ami most történt Putyin szempontjából. Szerintem ez teljesen normális, hogy mindenki vár, rendkívül sok információ van, egymásnak ellentmondó információk is, tehát nagyon nehéz egy hiteles képet kapni, tehát magyarul ilyen stratégiai oka is van annak, hogy valaki vár, de természetesen ez a, a nyugati hatalmak a NATO szempontjából ez egy olyan esemény, ami segítheti a, a céloknak az elérését, ugye az ukrán hadsereg megindította az ellentámadást, tehát ez egy olyan alkalom, amikor ugye zavar van, nem is kicsi zavar van az orosz politikai elitben, katonai vezetésben, valóban egymás ellen fordultak a a felek Oroszországon belül, tehát én értem ez egy ország belügye, már csak ezért sem avatkozik be senki semmilyen formában, és nem kommunikálja, vagy nem mond keményen mondatokat erről, az információ hiányon túl, de egészen biztosan ilyenkor a hírszerzés, az, az felpörögés, a szabadságom volt, azokat berendelték, hogy így képletesen fogalmazzak. Na, ha már hírszerzés, ez meglephette egyébként a, a nyugati szövetségeseket? Mint nem tudom megmondani, egy ugye az nem állt érdekükbe, hogy egy ilyen információt kiszivárogtassanak. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem fogjuk megtudni, hogy meglepte őket. De az vagy nem. már érdekükben állt volna, hogyha ők Szerintem tudnak -e nekik erre, sem, készülni, erre... Ha, ha, ha tudtak róla, akkor tudtak rá készülni is. Ugye? Mm. Tehát ez nem kell elmondani a, a, a sajtóba senkinek sem, vagy a nyilvánosságnak, hogy milyen információkkal rendelkeznek. Nem lehet semmilyen teóriát kizárni, tehát én azt gondolom, hogy, hogy egészen vad elképzelések is vannak, hogy a brigozsin az miért most és miért így kezdett bele ebbe a belső lázadásba vagy felkelésbe, de az tény és való, hogy ez Putyinnak semmiféleképpen nem jön jól, és Putyin barátainak sem jön jól. Azt halljuk, hogy adott esetben fölmerült az, hogy Putyinnak a szövetségesei oligarchák megpróbálnák mondjuk elhagyni Oroszországot vagy Moszkvát például, Érdekes lenne ilyenkor pont tudni, hogy a foglyok, akik ukrajná, ukrajna, ukrajnai foglyok, akik kárpátai magyarok voltak, azok milyen úton érkeztek Magyarországra, mert akár felmerülhet az is, hogy az oligarchák, orosz oligarchák is megjelenhetnek Magyarországon, ugyanazon az útvonalon keresztül, ahogy ideoszták a kárpátai magyarokat, katonákat. De mondom, tehát nagyon sokféle találgatás van, ez is az egyelőre, szerintem, az éjszaka az este az egy érdekes fordulópont lesz hiszen oda fognak érni Moszkvához ezek a csapatok a Wagner csapat Wagner csoport katonái és meglátjuk utána, mi fog történni, de ez mindenféleképpen azt kell, hogy hangsúlyozni, hogy ez, ez Putyin számára ez egy rendkívül kellemetlen fejleménye ennek az egész háborús időszaknak. Ez nyilván már inkább hát egy latóagatás, de azért szoktak olyat mondani az elemzők, hogy mégiscsak jobb egy stabil, valamennyire kiszámítható agresszor, mint egy, mint egy teljesen instabil helyzetű ország. Abszolút, ez most tehát ez a világban sok, sok helyütt megfigyelhető. Ja. Uh, és itt ilyenkor az elveket általában meg az értékrendet félre szokták tenni, tehát azt szokták mondani, hogy a reálpolitika, a reál külpolitika alapján, hogy egy stabil, kézben tartott ország partnernek jobb, mint egy, egy instabil. Ez jelent egyfajta instabilitást. Uh, az, hogy fölrepönt az a ír, hogy Moszkvát elhagyta uh, Putyin, hogy igaz vagy nem igaz, ez majd ki fog derülni, de minden esetre ez azt mutatja, hogy valami az orosz hatalmi eliten belül eltört. Tehát valamilyen konfliktus van. Ez érezhető volt már az elmúlt hetekben, hiszen Prigozsin folyamatosan támadta az orosz katonai vezetést, néha bebeszólogatott, mm -hmm. elnézést így mondom, Putyinnak is. De hát ez ilyen szájkaratének tűnt. Az egészen biztos, hogy egy maga Prigozsin a katonáinak az élén nem támadta volna meg az orosz vezetést. Tehát mögötte kell, hogy álljanak oligarchák, kell, hogy olyan politikai csoportok, amelynek amelyeknek valamilyen fajta érdekük van, hogy ezt, ezt az akciót elindítsák. Beszéljünk a magyar kormány elég szűkszavú reakciójáról is. A, ugye gyakorlatilag minden sajtótermék, így a mi híradónk is megkérdezte a kormányt, hogy mit gondol a fejleményekről, és a kormányzati tájékoztatási központ annyit írt a válaszában, idézett, a magyar kormány számára Magyarország és a magyar emberek védelme a legfontosabb, csak ebből a szempontból követjük nyomon az Oroszországban és Ukrajnában zajló fejleményeket. Pont. Hát meg lett volna lepődve, hogyha valami komolyabb válaszreakciót adnak, azért ez még egyszer nagyon kellemetlen Orbán Viktornak és Szijjártó Péternek is. Tehát most már nem csak az van, hogy az ő barátaik ott kint Eh, hogy olyan akarnak igazán egy másik országot, és egy ilyen nagyon szűk csoportba jutottak, ahol egyedül támogatják mondjuk Oroszországot a NATO tagállamok közül, eh, hanem a barátjuknak a széke is bizonyos szempontból meginogott, és ez akkor is igaz lesz, hogyha mondjuk leverik ezt a fajta eh, eh, lázadás Prigozsinnal eh, szemben, akkor is ez azt mutatja, hogy Putyinnak a helyzete bizony nem annyira stabil, és gondoljanak bele, hogy a legizgalmasabb kérdés az, hogy az orosz hírszerzés miért nem tudott erről. Azt, a nyugatiak miért nem tudtak, vagy tudtak róla, ezt most tegyük egy pillanatra félre, vagy de benne fogy, voltak -e? hogy voltak-e? Hát hogy, hogy nem az tudtak, események így tehát, hogy, az hogy az nem sem. tudtak arról, hogy egy ilyen, tehát a, a GRU, ez a katonai hírszerzés és sok minden nagyon komoly szolgálata van essék, tehát ők azért a világ legjobbjai közé tartoznak. Ez mondjuk kiderült, hogy Ukrajnába is valamit félrenéztek, de úgy látszik, hogy a saját házuk tájékán, a saját rendszerükön belül is valamit félrenéztek, ha nem derült az ki, hogy Prigozsén milyen támadásra készül, és akkor szerintem sokkal nagyobb a baj a saját rendszerükön belül is, mint amit most kívülről látunk, hogy pár ezer, pár tízezer katona mondjuk nekiindul egy sokkal nagyobb hadseregnek, de azt ne felejtsük el, hogy az orosz hadsereg láttam összehasonlításokat, hogy 800 ezeren vannak, meg igen, de ezek a katonák el vannak helyezve olyan csomó pontokban, ahol valamit védenek, a másik része pedig harcol egyébként ugye az Ukra Ukrajnában. Tehát azért nem egészen úgy van az, hogy most ez a 800 ezer katon, ez ott Moszkvában, ami laktanyába várná a, a Wagner csoport érkezését, ennél azért ez egy a dolog. Beszéljünk azért Putyin szövetségeseiről is, ugye a nap során az is kiderült, hogy beszélt a fehér oroszokkal, az üzbégekkel és a kazak elnökökkel is, és hogy a csecsenek egyértelműen ugye támogatják őt Prigozsinnal szembe, és volt egy érdekes egyeztetése Erdogánnal is, amiről nem sok minden szivárgott ki. Az viszont igen, hogy a török elnök azt hangsúlyozta, hogy józan észre kell cselekedni. Igen, a törökök általában mindig ilyen kétértelmű dolgokat mondanak, ami, amit lehet úgy is magyarázni, hogy kedvező Putyinnak, másik oldalról, hogy hát azért ők a, a józanész keretein belül akarnak lépni. Egy biztos, hogy Erdogán elnök Putyint támogatásáról biztosította, ugye Erdogán elnök is keresztül esett egy ilyen kvázi pucskísérleten. E és valószínűleg ebben van egyfajta ilyen, hogy mondjam, diktátorok közötti megértés is, de az nagyon érdekes még egy mondat erejéig, ha visszatérünk rá, hogy Prigozsin folyamatosan a két katonai vezető elleni cselekedetről beszélt, tehát nem emelte oda, hogy Putyin ellenes akcióról lenne szó. Hát a mai szó. napig. A mai nap mai nap sem ült, azután, amikor az orosz elnök úgymond magára húzte ezt és beleállt ebbe a konfliktusba, tehát azt mondta, hogy ez egy állam egy hát jogilag játszott a szavakkal, de alapvetően, hogy ő magát is involválta ebbe a konfliktusba és tulajdonképpen egyértelművé tette, hogy a politika, az a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök mellé állt, szembe Prigozsinnal. Innétről kezdve egy, egy, rendkívül világos és éles szembenállás a Putin hatalmi elit és egy valamilyen másik hatalmi elittel szemben Oroszországban. Amerika. E, ú, már itt egy picit próbáltam kérdezgetni, hogy esetleg benne van -e ebbe bármilyen külföldi, például amerikai hírszerzés kezel, hogy, 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 hogy kezére játszottak Prigozsinnak és, és, és ennek a pucskísérletnek. Hát nézd, egy senki nem. Ez egy veszélyes dolog, egy ugye, pucsán. hiszen itt azért két hatalmi elit harcol egymással, hogyha az egyikről kiderülne az, hogy bármilyen nyugati hatalom hírszerzés, akár az amerikaiak, akárki más ott van mögötte, akkor ugye nagyon nehezen kommunikálja az, hogy ők hazafiak, hogy uh -huh. ez egy igazságmenet hogy, hogy ő tulajdonképpen az orosz anyaföldet földet védi, és neki csak egy, 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 hogy mondjam, a hatalmasokkal szembeni vitája van a, a kis emberek, a kis katonák érdekében. Ettől függetlenül ezért látunk Karon Varjút sok minden esetben a világ de azt gondolom, hogy az egy nagyon váratlan fordulat lenne, hogyha ez ki is derülne ilyetén formán. Ugye itt ezek az emberek szó szerint az életükkel játszanak. Tehát azért itt láttuk már, hogy megmérgeztek, például Angliában is embereket, vagy az egyik legaktívabb ellenzégit, Naval uh -huh. szintén egy repülőgépen megmérgezték, és majdnem meghalt. Hullanak ki az oligarchák ugye a különböző kórházablokokból, meg szállodai tehát Oroszországban azért ennél kisebb bűncselekményért, vagy ennél kisebb lázadásért a hatalommal szemben, akár lehet, hogy nem is tudtunk róla, hogy lázadtak, de már az életükkel fizettek oligarchák és különböző rendőrangú politikai és katonai vezetők. Tehát, bocsánat, amikor eldöntötték ezt, hogy megkezdik ezt a dolgot, akkor őnekik azzal számolniuk kellett, hogy akik vezénylik ezt, tehát a Prigozsin és azokban a alatta levő néhány vagy győznek, vezető, vagy meghalnak? Hát nagy nagyjából. nagyjából, vagy legalábbis életük végig olyan börtönbe kerülnek, ahova soha többet nem Igen. fognak ki. Amit, amit a legkevésbé tudunk, de látunk, az az, hogy mindenre maguk az oroszok hogyan reagálnak, mert ugye annyira szűrt a nyilvánosság kifelé, befelé minden szempontból, hogy ezt ne, nagyon nehéz belőni. Az nagyon érdekes, amit Prigozin az egyik üzenetében megfogalmazott, hogy, hogy ő az igazságot keresi, és hogy nem akarja, hogy az ország hazugságban és korrupcióban éljen. Azért ez eddig nem volt annyira szempont az ő beszédeiben leszámítva azt, hogy a katonái. Meg a jelenébe sem, kell. igen. igen. Végképp, igen megkapták-e azt, amit ígértek nekik, vagy nem. De ilyen szempontból ez szimpatikussá teheti -e őt. Én azt gondolom, ez egy politikai kommunikáció, tehát hogy magyarul ilyenkor mindig megy egy PR harc és egy stratégiai kommunikációs csata is azon kívül, amit akciókat megtesznek. Próbálják gondolom a Prigozsin saját maga oldalára állítani a lakosságot, vagy a katonákat, vagy a rendvédelmi szerveket. Tehát az, hogy most ilyen könnyen átmegy egy-két településen, az szerintem, hogy mondjam, túl sok mindent nem jelent, hiszen a lakosság szeretné magát ettől távol tartani, ő neki meg nem célja, hogy bármi problémát okozzon. Tehát az lesz szerintem az izgalmas, hogy Moszkvában mi fog történni, hiszen ott már felkészültek a belbiztonság és egyéb más Igen, előtt. ezt kérdeztem Resperger Istvántól is, hogy ő magában az, hogy valakit elengednek egy ilyen célra a Moszkváig, tehát hogy nem, nem fékezi meg, meg, az útját az orosz hadsereg, már ez egy, egy hát hogy szegénységi bizonyítvány lehet, nem? Vagy, vagy Igen, ebben lehet, vagy, egy, szándékosság vagy lehet ebben is? egy szándékosság is? Tehát, hogyha mondjuk demonstratíve akarnak valamit tenni olyan helyszínen, ahol ez jól látható, jól követhető, akkor talán ennek lehet egy ilyen értelme is. De ma már abszolút számolni kell azzal is, hogy egyszerűen valamit elkalkulálnak, vagy rosszul mérnek föl az orosz politikai és katonai vezetők, hiszen Ukrajnában nagyjából ez történt, és más esetekben is látható volt, hogy azért ennyire még sincsenek fölkészülve ezek a ezek az emberek. Úgyhogy az, hogy például Moszkvába minden eseményt elhalasztottak, minden utcai eseményt betiltottak, munkaszüneti nap is munkaszüneti lesz, nap lesz terrorizmus, elleni intézkedéseket vezettek be. Ez azt jelenti, hogy azért ők komolyan veszik uh -huh. ezt, a, ezt a kezdeményezését, ezt a támadását Prigozsinnak. Úgyhogy mindenféleképpen ez egy nagyon-nagyon váratlan fordulat itt a háború menetében. Ugye mindig arról hallottunk híreket, a kormányzati média is arról beszélt, hogy Putyin mögött a nép milyen egységesen fősorakozik, hogy az oligarchái sosem fogják kihúzni alóla mondjuk a, a, a szőnyeget vagy a, a, a széket. Uh -huh. és pár hetet, hónapot kellett várni, és az, amiről korábban mindenki azt mondta a kormányzati kommunikáció rész hogy elképzelhetetlen, hogy Oroszország nem vesztheti el ezt a háborút, most nem, hogy Ukrajnában kell neki harcolni, vagy Putinnak, hanem a saját, a saját eh, hogy mi a krem alatt kell neki harcolni. Köszönjük, az Köszönjük szépen a az elemzést.